Hunyadiak fegyverben családi napra és tematikus napra várták az érdeklődőket a Tatai Várban. A Kunyi Domonkos Múzeum szervezésében egy vándorkiállításhoz kapcsolódó tanulságos, játékos eseményre invitáltak meg minden történelemkedvelő korosztályt. Folyamatos tárlatvezetések, folyamatos kézműves foglalkozások, várépítés, török basakészítés. Ezen túl tartunk még múzeumpedagógiai foglalkozásokat, egy Mátyás időszakába visszamenő kis kedves történetet, mesét játszunk el a gyerekekkel. Utána a tudományosabb előadásokat is tartunk felnőttek részére. Ebben szerepel egy olyan ábrázolásnak a bemutatása, ahol nagyon érdekes, hiszen itt a szakállas Mátyás ábrázolásokról van szó, nem pedig a Fadrusz János féle szakáltalan lovak királyról, legendás királyunkról, hanem egy kicsit más aspektusból mutatjuk be ezt a Mátyás portrét, és megkoronázandó bemutatunk a régészeti gyűjteményünkben szereplő egy tárgyat, ez egy Marion sisak. És ez a Marion sisak, ez pontosan ugyanolyan, mint amit a Süsűben a Süsű összenyom a zsoldosnak a fején, amikor rászáll a lepke pillangó. És ezt a sisakot mi itt most kiemeltük a gyűjteményből, külön bemutatjuk egy kis lepkével mellette, és utána ezt az egészet azzal koronázzuk meg, hogy a tulajdonunkban lévő páncél vértekbe be lehet öltözni. A tematikus napra egy művészettábor gyerekcsoportja is ellátogatott, akiknek sok minden ismerős volt már a történelem könyvekből. Nagyon tetszik. Igen, nekem is. Hát jó, igen, érdekes. Töriba, szerintem azt fogjuk venni a törikba. Páncélokról, igen, az ismerős, hát próbálgattuk is a kezünkre. Ott a páncélokról az úgy ismerős, meg néhány fegyver is. Igazából itt ez, amikor itt építjük a várat, az is tetszett, meg amikor így megrajzoljuk, ott ilyen sablonra rajzolunk, az is jó. Török basát. Igen. Nagyon jó. Hát minden nagyon jól néz ki, meg minden tökéletes. Igen, és hát rajtad most egy 20 kilós ing van. Kicsit beszélj erről, hogy most miért is szeretted volna ezt felpróbálni. Mert érdekel ez a történelmes dolgok, érdekelnek, és hát úgy kíváncsi voltam, hogy milyen nehéz, meg hogy milyen. És milyen érzés viselni? Jó. A családi napon tehát mindenki test közelből láthatta, vagy próbálhatta ki azokat a dolgokat, amiket eddig csak az iskolai tanórákon hallhatott.